Hát körülbelül 7 évesen kezdtem el korizni bátyámmal. Először hokizni jártunk, szerintem egy évig, azt elég hamar elvetettük, mert nem voltunk ügyesek, és aztán utána kezdtünk egy gyors korizni mind a ketten. Napi 2 edzésünk van, reggel 7-re jövünk ide, olyan 11 körül érünk abból haza, egy gyors ebéd, utána kis alvás, és délután 3-ra jövünk vissza, és itt vagyunk egészen 6-7-ig. Úgyhogy itt nagyon nem volt idő semmilyen tudományra. De az előbbi években tudtam mellette iskolába járni, és akkor tényleg napi 3-4 órát lehetett fordítani a tudományra is. Az utolsó kör következik, te jó ég, vezet a magyar váltó, Kória bekavar még egy picikét, jönnek a kínaiak, mert Magyarország nyeri az olimpiát, te jó ég! Akire mindenki emlékszik, még az is, aki nem követi a sportot. Az első téli olimpiai bajnoki cím pedig ezé a váltóé. Az olimpiai utáni időszak az egy kicsit egybefolyt, és tényleg nagyon sokan gratuláltak, de így most nem emlékszek egy olyan különös emberre, aki nagyon jól esett. Természetesen ugye a családomé esik a legjobban, vagy hát úgymond ismerem anyukámat, ő meg ismer engem, és tudja nagyon jól, hogy mondjuk egy rossz eredmény az engem se tesz boldoggá, és bármennyire is örülne mondjuk ő, még egy 8. helynek is, tudja, hogy én mondjuk annak nem örülnék, és engem ezt tesz boldoggá, hogy így az egész család tud ennek így örülni, és mindenki felhőtlenül gratulálhat, és senkiben sincs egy kis tüske, hogy esetleg maradt még benne valami. Hát nagyon nehéz volt ez a világbajnokság, főleg így az időben a helyzet miatt az olimpia után. Az egész szezonban mindenki csak az olimpiára gondolt, és szerintem így addig gondolkodott mindenki, utána már nem. Szerintem azért jól össze tudtuk magunkat szedni 2 hét alatt. Én megmondom össze, hogy jobban koriztam, mint amennyire vártam. Ez a saját egyéni teljesítményemmel is meg vagyok elégedve. A váltó az sajnos most nem jött össze, elestünk, de ez benne van. Ezen gondolkoztunk, hogy egy-két kemény nyári edzésen majd ad-e plusz erőt, hogy itt a saját önarcképünkre nézhetünk. Megmondom őszintén, hogy szeretnék ide egy jobb képet. Van egy nagyon jó kép, amit csináltak rólunk az olimpián, amikor térden állva őrjöngünk a jégen, úgyhogy megpróbálom, hogy azt kicserélni, és akkor az tényleg adhat egy kis plusz erőt nekünk. Az iskolának a történelme miatt tetszett nagyon. Olvastam róla híreket is, megnéztem, ugye volt még a másik matek szak, amit néztem, az a BME-n volt, és akkor néztem ilyen netes dolgokat, hogy melyikről írnak többet, vagy melyikről írnak jobbat, és akkor ezért döntöttem az ELTE mellett. Nagyon, nagyon jó voltam matekból mindig is, úgyhogy ezért választottam a matematika szakot. Nagyon, nagyon még most se tudom, hogy mit fog majd vele kezdeni. Ugye sajnos a sport az elviszi nagyon sok időmet, úgyhogy még nem volt nagyon időm gondolkozni, de biztos eljön majd az idő is. Az iskolától kapok ösztöndíjakat, nem mindig jut eszembe pályázni, mert volt, amikor már elfelejtettem sajnos, de a tanárok is velem nagyon sokan, inkább személyesen beszéltem velük, így az órák előtt, alatt, és nagyon rugalmasak voltak olyan szempontból, hogy hiányozhattam többet, nagyon készségesen segítenek. Volt olyan tanárom is, akivel egy edzőtábor alatt végig e-maileztünk, és küldött feladatokat, megoldásaimat kijavította e-mailen, úgyhogy nagyon-nagyon kedvesek és segítőkészek.